A mai délután kezdjük egy találós kérdéssel, vajon tudják-e, hogy melyik az a kézilabda csapat a győri Audi Eton kívül, amelyet még nem tudott legyőzni ebben a szezonban azért. Nos, ez a DVSC TVP, amellyel a mai napon összecsap, úgyhogy jön az ér DVSC TVP ütközet. Ez a Kántánői kézilabda liga, kellemes időtöltést kívánok mindannyiuknak. Márkos Ádámot hallják. És hát elég nagy rangadóról beszélünk, hiszen a harmadik a hatodikkal találkozik, ugyanakkor a Debrecen még felléphet a negyedik és az ötödik Dunaújváros Vác kettősre, és hát a nemzetközi kupa indulást illetően sem lényegtelen ez a történet. Az Érd kikapott 4 nappal ezelőtt az FTC Rail Cargo Hungária otthonában, viszont a csapat megőrizte tartását, és ez is egy rendkívül fontos dolog, azt hiszem, hiszen ne feledjük el, hogy előtte a Kisvárdával döntetlent játszott az Érd, az is egy nagyon kalandos találkozó volt, előtte pedig kikapott a Vác ellenében, és Zsinórban 3 nem nyertes mérkőzés után fogadja a DVSC TVP-t az érdi alakulat. A mérkőzés kezdete előtt pedig vannak protokolláris kötelezettségeink is. Az Érdi Klub 2 válogatott kiválóságú Januri Kinga és Klivinyi Kinga volt a legújabb érdi DM üzlet megnyitójának a házigazdája. És ez ebben az órában befolyt bevételt összesen 720.018 forintot teljes egészében a csapat által megjelölt Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány részére ajánlotta fel. Ez volt tehát az első óra termése. Az adományt a Drogéria képviseletében Csoknyai Inné Horváth Gertrud cégvezető és Kanyó Roland marketing és PR menedzser adta át az imént az alapítvány elnökének, Böjtös Andreának. És hát van még egy mérkőzés előtti ünnepélyes pillanat, melyhez Témészáros András is megérkezett Érd megyei jogú városának polgármestere. Számára is nagy öröm lesz ez az átadás, azt hiszem. Rajta kívül pedig itt van még dr. Kers Ferenc főtitkár helyettes is a Magyar Kézilabda Szövetség képviseletében, ugyanis 2 érdi kiválóságot is hamarosan díjaznak majd. Egészen pontosan Janori Kingát és Katarina Kripes Slezakot, de csak a csapat kiáltásokat követően, és addig azt javaslom, hogy ismerkedjünk is meg a DVSC keretével. Varsányi Ezsikává, Csáki, Horváth Pásztor, Tóvízi Kelemen, Siska, Sírján, Gárbusz, Pénzes, Bordás, Tóth, Marincsák, Lajtos, Despotovics, és egy pótfelvételiző a jegyzőkönyvbe később bekerülő Punyku alkotja a Tone Tiszej alakulatát. Az Érdnél Grigyeva, Takács, Szabó, Bulatovics, Januri, Kisfaludi, Klivinyi, Gulyás, Fekete, Áráuzsó, Szolják, Kis, Szinyeti, Kripes, Lezák, Barján, Mireja, González a keret összetétele. Az ováció pedig az Érdiek kezdőkapusának, Januri Kingának szól, aki a 2016-os év legjobb kapusa volt. Az Érdiek csapatkapitányának kiváló éve volt az elmúlt, miképpen Katarina Kripes Slezáknak is, aki a szezon gól királynője volt. A Ferencváros ellen tért vissza, éppen a debreceni kupamérkőzésen sérült meg Katarina Kripes Slezák, de most már újfent a pályán, és nem csak a díjátadás következtében. A Ferencváros elleni mérkőzésen egyébként nem mondhatnánk, hogy steril maradt, 4 gólt szerzett Kripes Slezák, ebből ugyan 2 volt akció, de azt hiszem, hogy hamarosan visszanyeri a régi formáját a szerb jobb szélső. Fehér mezben, fekete csíkkal láthatjuk majd a DVSC TVP gárdáját, melynek kezdőkapusa Horváth Pásztor Bettina. Horváth Pásztor Bettina nagyszerűen védett az Érd elleni mérkőzéseken ebben a szezonban. Kíváncsian várom, hogy megtalálja az ellenszerét Szabó Edina gárdája. Kelemen a bal szélső, a DVSC-nél Jezsikává az együttes bal átlövője, Despotovics irányítja majd a gárdát. Gárbuz a jobb átlövő, Varsányi a jobb szélen, a beálló pedig Sírján Szederke. A mérkőzés a kezdődobást, az ünnepélyes kezdődobást követően kezdődik majd. Kanyó Roland a
DM Kft. Marketing és PR menedzsere passzol Csírjánhoz. Ő végezte el tehát a kezdődobást. És ezt követően pedig már valóban kezdődik az ütközet. Az érdek kapujában természetesen Janurik Kinga, Szinyáté és Bulatovics a két hármas védő, Klivinyi és Kisfaludi a két kettes, a széleken pedig Araújo és Kripes Slezák a két kezdőjátékos az érnél. Despotovics, Jezsikává, több fiatallal is szerződést hosszabbított a DVSC TVP, bíztató a jövőképe a gárdának. Jezsikává sírjen megjátszhatatlan Szinyáté mellett, most azonban majdnem eljut hozzá, Kisfaludi állította meg szabálytalanul. Andors vagyok még a két játékvezető nevével. Akár a szomszédokban is képzelhetnénk magunkat, hiszen Gábor vezet, Hargitai és Markó. Szabad dobás az érdjavára. Janurik. Jelenleg az érdi csapatnak hárommal van több pontja, mint a negyedik és ötödik helyen álló Dunaújváros Vác kettősnek. Ezért is lenne fontos a mai győzelem, hogy minimum tartsa ezt a különbséget az érdi gárda. Bulatovics, González, a szaggatottig tolta fel védelmét a DVSC TVP. A két csapat mindkét szezonbeli mérkőzésén kevés gól született, és egyik alakulat sem tud betalálni az első támadásából. A kapufa után viszont ismét az érdnél a labda. Araújo. Már belefújnak a játékvezetők Varsányi faltjába. Bulatovics. González. Nem a Ferencváros elleni meccse a referencia összecsapása a szezonból Mireia Gonzáleznek. És ebből a támadásból sem született most gól. Despotovics. Honfitársa Bulatovics akasztotta meg a mozgásban. Nem szerzett gólt a Fradi ellen Mireia González. Erre utaltam az imént. Jezsikává. Nagyon sima győzelmet aratott a Kispest ellen a DVSC 41-22-re. Azon a találkozón Csáki volt a legeredményesebb Loki kézilabdázó. És Bulatovics kijött a szakadotton túlra. 5-1 az érdi védelem most, ami a felállást illeti. Kelemen. Egy az egyben Kripes Lezák mellett mellé. Büntetőhöz jut a DVSC TVP, Kripes Lezák pedig besárgul. Jöngrinyeva Svetlana. Az FTC Railcargo Hungária elleni találkozón egy védett büntetője volt az érdnek. Négy kapott gól mellett. Siska. Belövi. Siska Pálma 67%-kal abszolválja a büntetőket ebben a szezonban. Ez volt a 18. lövés és a 12. gólja 7-esből. Ez volt a meccs első találata. González. Kripes Lezák kapufaezés. És indul a DVSC TVP. Jezsikává. Kelemen nem kintről lépett vissza, de Hargitai fúj. Nem igaz, nem az, hogy honnan indult, hanem hogy hol végezte a mozdulat sorát. Lent volt a lába. A labda pedig fölé hullik. Sarokdobás. Pénzes Laurával, Szabó Pannával és Tóvízi Petrával és kontraktos hosszabbította Loki. Nem is oly rég. Bulatovics. Araújo fut be középre. Hatalmas gól. Klivinyi Kinga egyenlít. 1-1. A Fradi ellen a második félidőben volt aktívabb és eredményesebb. Ott 5-ször talált be. Itt ez az első gólja. Despotovics. Jezsikává. Befutott Varsányi a szélről. Despotovics. Most foglalja el mindenki az eredeti helyét a Lokinál. Sírján. Esélye nem volt, hogy kapura forduljon. Begyűjtött néhány taslit is cserébe. Jezsikává. Szabad
Szinyáté mellett Jezsikává mellé hajítja, de egy falt miatt történt mindez ilyen formában. Kettővel lőtt több gólt az Érd a Debrecennél a mérkőzés előtt. A támadójáték hasonló, és a védelmek között sincs nagy differencia a kapott gólok mennyiségét, illetően Janurik véd. Bulatovics. Pirinyi lendületből, jó meglátás, pontatlan átadás viszont. Pont a láb és a kéz találkozásához ment a labda. Az nem a legjobb labdaátvételi pozíció volt a Reuzsó számára. Szóval ami a kapott gólokat illeti, az Érd 423, a DVSC 433 alkalommal kapitulált a mérkőzést megelőzően. Az Érdi a harmadik legjobb védelem az Újvárossal holt versenyben. A számok alapján Jezsikává belement a falba. Janurik pedig indít. Araújo a jól megszokott Szunder, csak hát ezt már valószínűleg kivideózta az NB1 színejava. Gárbuz lövését fogta Janurik. Janurikat viszont nehezebb kivideózni, mert mindig tud újítani. Gárbuz izomból lőtt Janurik nagy bravúrja után. 1-1-ről kezdődik hamarosan a 7. perc. Küzdelmes, brusszolós találkozót várhatunk. Óriási a tét. Megint kapufa. Janurik fut vissza a kapujába, kiment a kispadhoz diskurálni. Jezsikává. A dunántúli lokisták is képviseltetik magukat. Láthatjuk a drapériát, majd a későbbiekben megmutatjuk önöknek. Most azonban a másik kapu előtt folyik a játék. Nagyjából 15-20 szurkoló érkezett a Debrecent bíztatni. Jezsikává páros lábról bepottyan. Janurik érezte, hogy mi következik, de petje volt ezúttal. Visszarendelt középkezdés. Nagyon precízek a játékvezetők. Szeretnénk az elején megmutatni a csapatoknak, hogy mik az irányok, amely találkozót figyelembe véve, és ez még a végjátékban fontos lehet, hogy ne csusszon ki a kezükből a meccs, mert elég feszült utolsó periódus várható előzetesen ettől a találkozótól. Sárga lap középen Despotovics hentes munkáját szankcionálták így. González. Gárbuz és a szaggatotton figyeli Bulatovicsot. Araújo fut ki a balszélre, Kisfaludi a szabadobás elvégzője. Gulyás visszatért az Érdiek keretébe, nem tudom mennyire használható már. A Fradi elleni meccset ki kellett hagyni, a kisvárdaiak agresszív védekezését nem tudta kiheverni. A két hetes szünetben Gulyás nagyon nagyot kapott ott a meccs hajrájában. Araújo a szélen, kapufa. Kettőből semmi Larissa Araújo most a meccsen. 8 perc, 3 gól. És most hallhatjuk a debreceni tábor hangját. Igaz, ez nem a hódos sportcsarnokban megszokott hangerő, ami nyilván a létszámból is fakad. Jó, 1200 néző látogatott ki erre a találkozóra, lehet, hogy egy picit még többen is vannak. Despotovics. Gárbuz csak kacérkodott a lövés gondolatával. Araújo tartja meg Varsányit a jobb szélen. Despotovics. Két ember közé, megszerzi Kisfaludi. Bulatovics pedig érzékeli, hogy ezt neki kell végigvinnie. 2-2. Tisztán kapta Bulatovics, és be tudott gyalogolni a kapuig. 1-1. Másfeles a gólátlag a Bulatovicsnak a bajnokságban. Kiváló védekező játéka a fő ismertetőjegye a második oki büntető belülvédekezés miatt.
Ami a hetes kihasználást illeti, nem rossz a DVSC TVP, főleg Csáki révén, aki 46-ból 41-et belőtt. Most a második legfoglalkoztatottabb Siska érkezik. És kihagyja, Grigyeva bravúrja. Megszakadtok már az elmúlt esztendőből is, hogy Siskának megremeg a keze Grigyevával szemben. Most is így történt. González. Bulatovics. A beálló kiment az egyes és a kettes idő közé. Most fut be középre Kisfaludi. Klivinyi. Nagyon megfontolta, hogy merre tegye a labdát. Bulatovics. Bejön Klipes Lezák. És ennyit jelentő a csapatnak. A szélső befutások, a biztos keze. Nagyon fontos láncszeme az érnek. A sérülése miatt jelenleg csak a 12. a góllövő listán. De hát minden előtte lévő játékos több mérkőzést játszott. Ezzel együtt nem biztos, hogy vezeti a góllövő listát, mert Kösze és Triscsuk között, aki most az éllovas, 46 gól a differencia a mérkőzés előtt. Azt nem hiszem, hogy három találkozó alatt le tudná dolgozni Kripezs, és Lezák, de hát volt neki bőven 10-nél több gólos meccse is érdi karrierje során. Desfotovics. Falt a levegőben, és van még sárga, amit ki lehet osztani. Angela Bulatovics. Munkája váltotta ki a kártyát. Jezsikává. Sírján kapta a löbbölést Kisfaludi. A ragyogó védekezés. Jezsikává. Passzív játék. Jezsikává. Páros lábról falt a levegőben. Valóban így történt. Jezsikává. Desmotovic. Janurik tolja oldalra, és Araújo még visszalép, hogy maradjon csapatánál. Elég füllett az idő itt érden, úgyhogy a folyadékpótlásra is figyelniük kell majd az embereknek, és nyilván a játékosok is így vannak ezzel, nem csak a szurkolók. Bulatovics. Sírján mellett szabad dobás. González. Bulatovics Araújót választja, az átlövő munkája jön be. Larissa Araújó nem az első átlövés gólja a szezonban, és a debreceni kupameccsen is volt emlékeim szerint átlövésből gólja. 4-2. A 13. percen járunk, és mindössze egy akciógól a Debrecentől. A Szerzsikává szerezte a másik góljukat, Siska jegyezte büntetőből. Úgyhogy megdicsérheti Szabó Edina egyelőre a védekezését. Csapatának Gárbóz, jó blokk, végszóra. Helyet cserélnek a játékvezetők. Ezt értették egy pillanatra félre a csapatok. Nem a Debrecen jön, de hát egyértelmű, hogy a blokkról ment ki. Jezsikává, Szinyaté. Desmotovics magas, kint volt Várkelemen bal lába a landolás pillanatában. Lehet vissza, hogy ha így megy tovább, ki fogja kérni az idejét. Ugye a Magyar Kupa negyed döntőjéből ejtette ki a Debrecen az érdet. Sokáig emlékezetes végjáték folyamánya volt az. A hajrában kapott egy hetes Taloki. Ott sikerült belőni, és sok megszakítással folytatott utolsó akcióját nem tudta góllal befejezni az élt. González. Sárga lap új fent. Ezúttal a jobb szélen Varsányi kapja a kártyát. Kisfaludi a szabadobás elvégzője. Bulatovics.
van egy befutás, Klivinyi prezentálja. És Horváth Pásztornak ezúttal nem megy annyira az érd ellen. 5-2 a narancsmezesek javára. Ne felejtjük el, hogy az 5 gól 14-es fél perc alatt nem sok, de több kapufát is szerzett az érd, ami nem feltétlenül a kapus érdeme, hogy nem ment be, így árnyalta Horváth Pásztor teljesítménye. Tóth Melinda melegít a Debrecennél. Az ittszer 5-3, a második akciógólja a Debrecennek Sírján szederkerévén. Válogatott beálló csatája ez, Sírjáné és Kisfaludi, ezt se hallgassuk el. Szinyáté pedig kap egy 2 percet, mert nem engedte elvégezni a szabaddobást. Most visszajött a meccsbe a DVSC-TVP. És a Varsányi Csáki cserét hajtja most végre a Loki. Egyelőre még nem Tóth Melinda érkezik, de elég hamar le fogja kapni Kelement feltételezhetően az edző Siska is, nyújt Marin Csáki is. Komplett sorcsere van készülőben. Csáki. Nem 60 perces játékos már talán Csáki Viktória. Persze nem akarok a korával foglalkozni, még véletlenül sem. A szurkolók már inkább akarnak foglalkozni a játékvezető ítélettel. A debreceni szabaddobás nem volt szimpatikus az érdi publikumnak. 5-4. Beállítását követően azonnal gólt lőtt Csáki Viktória. A kupa mérkőzésen a 22-21-es meccsen 5 büntetőt is értékesített Csáki. Akciógólja nem volt. Itt már van Bulatovics. González. Kisfalud is latyog be középre, Klivinyi. Átmenetileg üres kapu az érdnél, hogy 6-6-ban tudjon támadni a házigazda. González. Klivinyi. Kipaskolja Horváth Pásztor, és nem kapkodja el, mert hogy már félúton volt Janurik a kapuban. Túl necces lett volna ember előnyben ezt bevállalni, indokolatlan istán, hiszen van még 20 másodperce a Lokinak a létszám fülényéből. Csáki. Jezsikává assziszt a lövőhelyzet, Janurik azonban a legjobb helyen. És egész korrektül hozza le ember hátrányát az érd. Kapott egy gólt ugyan, de a 0-1 nem vészes az ember hátrányos 2 perc alatt. Klivinyi. Kiegészült a hazai csapat. Szinyáté a balátlövő, Klivinyi irányít. González. Klivinyi elhagyja a labdát. Kárbusz szerezte azt meg. Deszmatovics. Jezsikáve helyén Siska. Tóth pedig mutatja Kelemennek, hogy még maradjon a pályán. Siska. Egy nagyon tehetséges játékos volt Siska, a korosztályos válogatottakban nyújtott teljesítménye alapján is. Most azonban nem tudja átvenni a labdát. És nem csak ezért mondom, hogy egy picit visszaesett az elmúlt időszakban a teljesítménye. Kripes Lezákra ugrott rá Deszfotovics. Szabad dobás. Volt kontakt a két játékos között. Most hagyja végre a Kelemen Tóth változtatást a Netiszei. Hosszú ideje nem játszott meccset amúgy a Debrecen a kiseste elleni találkozó előtt. Azt mondta Tiszei, hogy nem volt a könnyű helyzetben. Ezzel szemben egy fáradt ellenfelük volt, amely a Ferencvároson is meccselt. Összességében elégedett volt, a 22 kapott gólt soknak minősítette a kismesttel szemben. Siska mellé. Indítás Araújo felé. Átejti Horváth Pásztort. Szinte minden meccsen van a Cunger mellett ejtése is Araújónak. Nem mondom, hogy nem készült erre Horváth Pásztor,
mert közel volt a kezéhez a labda, Dára Uzsónak megvan a második gólja. 6-4. Egyenlítésért is támadhatott a Debrecen, de nem tudta kihasználni ezeket a lehetőségeket a Loki. Törölni kellett, Szinyeti esett el még az előző támadás végén, debreceni akció végén, de most már ismét talpon, és nem csúszik a padló ott a hetes vonalnál. Siska. Szinyeti nyom egyet oda neki, Marincsák. Új irányító is a Lokiban, aki technikai hibával nyit. Klivinyi, befut Kripes Lezák. Bulatovics, Kisfaludi forgolódik, és kap egy kőkeményet, 2 perces büntetés Siskának. Hát ha létezik rossz csere, akkor Tiszei most bemutatta azt. Siskának volt mellélőtt labdája, rossz labdátvétele, most pedig egy 2 percet hoz össze. Persze pihentetni kell Jezsikavát, és ez is tény, de ez nem sült el jól. Klivinyi, González böki a jobb szélre, Kripes Lezák, átlöböli Horváth Pásztor. 7-4. Megint 3 a differencia, 5-2-nél volt hasonló a különbség. És most megint 7-4. Tehát 3 a differencia. Tóth. Despotovics. Jezsikavának ennyi szusszanási idő jutott. Despotovics. Masszív az érdi fal. Jön az utolsó harmada az első fél időnek. Despotovics. Egy szélső befutás. Csáki aztán brusszolt Szinyatéval. Korábban Franciaországban is kézilabdázott Csáki. Nem tudom, ha beszólnak egymásnak, milyen nyelven teszik, mert Szinyaté pedig magyarból nem áll rosszul, mint az egyes iratkozataiból is lehet hallani. Despotovics. Tóth Melinda. Passzív játék. Despotovics Tóthoz. Hát ez is egy elég sutára kivitelezett akció volt, miképpen Klivinyi passza sem az ideális kategória. Araújo mögé tette a labdát, de hát nem volt könnyű testhelyzetben Klivinyi, amikor passzolnia kellett. Ami jó hír a semleges nézőknek, hogy szoros és kiélezett a találkozó, ami viszont rossz a debrecenieknek, hogy Tiszei kiírik ki előbb az idejét, ez pedig mutatja, hogy nem a legjobb a debreceniek szempontjából az eddig eltelt 20 perc, 57 másodperc, hiszen ekkor 7-4-re vezet az EM. Hunykóval egyelőre még nem nagyon tudott kalkulálni Tiszei. Inkább a megelőlegezett bizalom jele, hogy ott van a keretben. Őt azért nem egyszerű pótolni. Ez is tán indokolja, hogy kevésbé forgatja a csapatát. Amikor pedig igen, akkor nem mindenki tud hozzátenni a meccshez. Kisfaludival szemben nem történt falt, úgyhogy nem tudott könnyű gólt jegyezni az Érd. Tóvízi Petra a debreceni beálló. Az irányító Marincsák. Balát lövő Siska. A kezdőcsapatból a mezőnyjátékosokat illetően már csak Jezsikával van a pályán. A Debrecennél is ő sem abban a szerepkörben, amiben korábban, hiszen most jobb átlövőt játszik. Araújo fogja meg Csákit. Tóvízi. És mit szurkolásra kezd az érdi B közé. Siska. Gonzálezzel szemben nincsen falt, Jezsikává bomba gólja. Ez nem akármilyen találat volt, 7-5. Jezsikává a házigól királynője a csapatnak, a
meccs előtt 75 találata volt. González. Végig a pályán, Kis Nikolett egyelőre nem kap szerepet. Jobb átlövőként Kripes Lezák. González. Picit beragadt a kezébe a labda, és aztán nem pontos az átadás. Despotovics, 7-6. És Szabó Edina is elgondolkozott ezen a González Kis kettősön, hiszen jön a magyar jobb átlövő a játéktérre. Nem a legjobb időszak ez Gonzáleznek most. Sziáté! Kivinyi. Kis Nikolett nem tudja góllal kezdeni a találkozót. A 24. percen véd a debreceniek kapusa horvát Pásztor Bettina. Ismerhetik egymást Kissel amúgy. Meg a korosztályból Marincsák. Siska. És egyenlíthet a DVSC TVP a 24. percben. Marincsák. Tóvízi. Siska. Áráuzsó nem tud labdát szerezni, ez pedig egyenes arányosságban volt azzal, hogy Zitzerben lesz az ellenfél, hiszen dupla vagy semmit játszott, és olyan semmit hozott össze, hogy még egy két perc is lesz Áráuzsó neve mellett a büntetés. Ráadásul heteshez jut Aloki. És ahogy az prognosztizálható volt, Csáki Viktória az ítélet végrehajtó. Hét-hét. Utolérte az érdet a DVSC TVP. Tisza időkérésénél három volt a két csapat között. Nem volt rossz játék megszakítás Toneti Szejtől. Szabó Edina is kezébe vette a tévetőt. Fekete a játék téren. Bal szélső gyanánt. Gyárdáuzsó kiállított. Nem Fekete fog majd lefutni keresztből a kapus cserére, ez biztos. Szabályos labdaszerzés, üres a kapu, de Janorik odaér! Ez a fanatizmus, ami miatt imádják az érdiek Janorikot, mert nem állítom, hogy minden kapus kinyomott volna egy ekkora sprintet. Amikor a cserét elvégezte ugyanis az érd, akkor már lendült Despotovics keze a lövésre. És nem is volt a leggyorsabb kísérlet, azért erre oda kellett érni ám. Kis Nikolett. A kiállítás több mint fele letelt. Szinyaté. Ferencváros ellen ő volt amúgy az érdi támadósor egyik, hanem a legjobb láncszeme. Hétszer mattolta az FTC portásait. A bírói szikora is szerepet kapott a meccsen. Klivinyi. Kripes Lezák. Szinyaté ki tudja tenni Feketéhez mellé. És lövés nem lesz a dologból, de vezethet a DVSC TVP. Ez a két csapat vívta ugye a bronzpárharcot az elmúlt idényben. Oda-vissza sikert aratott az érd. Most szezonbeli első győzelmért hajt a Debrecen ellen. Ezzel döntetlen lett a debreceni bajnoki. És ott is a végén tudott egalizálni az érd. Kettő gólt szerezvén kiegészült Szabó Edina csapata. Siska, Janurik. 50% fölötti teljesítmény az érdi kapustól. Visszaveheti a vezetést a közép-magyarországi csapat. Klivinyi irányít. Szinyáti és Kis, akit nehéz tüzér a két átlövő szerepkörében. Kisfaludi pedig várja az esetleges bejátszást. Kripes Lezák. Szinyáté. Meg is kapja a bejátszást Kisfaludi. Újabb kapufa. Kripes Lezák éppen, hogy nem szerzi meg a labdát. Mondtam a fanatizmus Janoréknál. Kripes Lezák sem áll rosszul ebben a műfajban. De most megint a vezetésért labdázgat a DVSC TVP. Rettentően kevés gól a meccsen. Marincsák.
és folyamatosan előrébb Bulatovics a szaggatottnál a támadások kezdetekkor, aztán visszahúzódik. Siska. Marincsák. Passzív játék, és nincs egy a labda a Debrecennek. Indul Kisfaludi, de nem kockáztatta ezt meg. Most jön Rék, hogy indítsa Kisfaludit. Szabó Edina pedig azt nem kockáztatja meg, hogy ismét támadhatna egy rossz számadás követően a vezetésért a Debrecen. Iki használja ő is az időkérését az első játék részben. 2 perc 26 másodperccel a szünet előtt 7-7-nél. Kis kezében a labda az időkérést követően. Marad Fekete Bozsona a bal szélen. Az érnél amúgy Araújo kiállításának letelte után is. Szinyaté időben pattintja le, aztán viszont már nem tudja jól megjátszani Kripes Lezakot, hiszen jött egy falt. Kis Nikolett. Szinyaté. Befut megint a jobb szélső. Szép játék. Ejtés gollal a végén. Mind a két érmi bal szélső betalál ebből a fajtából. 8-7. És 3 gólt hoztak össze a bal szélsői Szabó Edinának. 2 Araújo, 1 Fekete. Jesikava. Viszont megint az egyenlítésért támad a Debrecen. Siska. Janurik. Megpróbálta a lábai közé lőni Jesikava, hogy pattanjon egyet előtte. Janurik viszont zárta időben alsó végtagjait. Fekete megint. Meg volt a lehetősége, ezúttal kapufát lő. 3-1 a lövő aránya Fekete Bozsanának. 1-1 támadása lesz még a két csapatnak minden emberi számítás szerint, hiszen kezdődik az első félidő utolsó perce 8-7-es érdi előnynél. Jezsikává, Siska, szélső befutás, aztán visszamegy Csáki, Siska ólomlábakon járt, de kap egy szabad dobás. 40 másodperc a félidő végéig. Marincsák. Nem volt ez olyan súlyos. Marincsák. Siska. Janurik. És megvan a kipattanó az érnek. Fekete nem vállalta be a keresztpaszt. Hozza Bulatovics. Kripes Lezák. Hogy játszotta ki az érd, azonban Kis Nikolett fölé bombázza a lécérintésével. És ami 10 másodperc a Debrecennek, hogy kiegyenlítsen. Szélről ott nem lehet Januriknak gólt lőni, csak szabad dobás, ez pedig időn túli. Nagyon kevés gólt hozó első félidő. Kérdés az, hogy 15 vagy 16 gólt látunk a térfél cseréig. 15-nek jobban örülnének az érdiek. Jezsikává. Megtalálta a rést a pajzson. Janurik ellenszerét azonban nem. Így az érd vezet a mérkőzés első etapját követően a DVSC TVP ellen 8-7-re. Reméljük pontosabbak lesznek a csapatok, mint a debreceni szurkolók az énekhangok eltalálását illetően, de a félidő közötti szünetben lehetett hallani egy kicsit a Loki kórust is. Hát azért ez nem olyan, mint a klasszik debreceni béközép. Kap még egy sárgát Kisfaludi, utána pedig már újfent az egyenlítésért fog támadni a Debrecen. Nem véletlen szajkozom ennyiszer ezt a helyzetet, mert ezek mind-mind-mind lélektanilag sokat számíthatnak a végjátéknál, így a pontelosztást illetően is. Despotovics, most ő a jobb átlövő, Punyko a pályán irányítani, vagy valószínűleg csinálnak egy keresztet Despotovicssal, így történt. Punyko! Ennyit jelent, hogy van egy balkezes átlövő amúgy a Debrecenben. Több verziót is tudnak majd
a támadójátékban felsorakoztatni. Jezsikává. Kis asztal verziót preferálta, hogy megállítja Jezsikávát. Az érdiektek szurkolóknak is szimpatikus volt. Passzív. Kunykó bíbelődött a labda átvétellel. Bulatovics védekezése. Kisfaludi pihen most a védekezésnél. Hármas fedezék. Jezsikává, Janurik. Színjátéját játsza Sírjánt. Klivinyi tovább, Kis. Jön a Debrecen. Nem volt még gól a térfél cserét követően. Varsányi azt mondta a találkozó előtt, hogy az érdelleni meccseik mindig érdekesek, izgalmasak, és most sem lesz ez másként. Hát ezt alá tudjuk egyelőre támasztani. Azért nehéz időszakon van túl, de a Fradi ellen bizonyította, hogy jó formában játszik. Ezek az ellenfél szavai. És hát valóban 7 gólon tartja 32,5 perc elteltével a Debrecent. Azért, ami nem rossz. Jezsikává. Rosszul esett, Szinyáté volt a végállomás Kissel, karöltve. Deszfotovics, Jezsikává váltott egy lövésfajtát, de Janurik nem változtat vén. Kis, Klivinyi időben, hogy ne legyen belemenés, Kis Nikolett, dribes lezág. Szinyáté, tiszta Kis, bepattintja. 9-7. A második félidő első gólja Kis Nikoletté. Ez már a 8. érdi meccse Kisnek. Kiváló védekezés. Jezsikává. Pattintott passz a beállóhoz, Sírjánt kiválóan zárja ki a játékból. A DVSC TVP Araújo. Megy ez egyszerűen is neki. 10-7. És nem sokára Gulyás Vandát fogja csaptát érve harca küldeni Szabó Edina. Úgyhogy valószínűleg túl van a nehezén Kisvárda elleni fájdalmainak. Araújo tolta ki Varsányit a vonalon túlra. Gárbóz. Kunykó. Gárbóz kapja a labdát, Janurik véd. És megvan a kipattanó is. Klivinyi. Az eddigi legnagyobb különbségért támad az érd. Szinyáté mellé. Váltott a kapuban a DVSC TVP, a Lajtos Nóra tolta ki az aurájával ezt a lövést. Punykó. Gárbúz. Punykó keresztpassza, eljut a szélen Kelemenhez, viszont belefordult Punykó a védelembe. Szinyáté megmenti Araújo. Hogy játszotta ki az ért? 11-7. A legnagyobb differencia. 4 gólos az érdiek vezetése a 36. percben. És 3-0-val nyitja a második 30 percet Szabó Edina gárdája. Punykó. Futás a szélről, ezt is megoldja az érdi védelem Bulatovics révén. Sprinter Kripes lezák, véd azonban Lajtos. Nagyon ráugrott a kapusra Katarina Kripes lezák. Tiszai meg lehet, hogy a játékosaira fog most rárontani, hiszen nagyon rosszul kezdték a fél időt, úgyhogy a 36. percen a debreceniek második időkiírése 11-7-es érdi előnynél.
két csapat februári meccsé már a 17. percben megvolt a 7 szerzett gólja a Debrecennek. Most a 37. perc kezdődik, és 7 gólon tartja a Lokit az ért. Punyko. Ismételten a balkezes átlövő. Klivinyi. Inkább a támadójátékát szokták dicsérni, de fejlődik a hátsó sorban is. Ezt láthattuk az imént. Punyko. Csemege Januriknak. Visszarendeződött a DVSC, most nincsen indítás, viszont Klivinyi előtt megnyílt most az út. Kis Nikolett. Nem tudta végighúzni a támadást az Érd. Még vár Gulyás Vanda támadásban való bevetésével Szabó Edina. Kishaludi küzdhet Punyko és Despotovic szendvicsében. Klivinyi. Kis Nikolett elváltja magát a debreceni védelem. Más olvasatban kiválóan videózott az Érd, avagy improvizált, lényeg a lényeg, 12-7. Házigazdája vár a kis második találata. És a 37-38 perc alatt szerzett 12 gól, hát korán sem azt mondom, hogy megdönthetetlen ez a 12 találat, de az, hogy csak 7-et kapott az Érd, az fantasztikus. Pacsizik is. Kis valamint Bulatovic. Iszonyat mód felszívta magát az Érderre a találkozóra. Nem brillírozik a csapat, de komoly kohézió van a játékosok között. Jezsikává. Bulatovic. Garbuz. Brutális debreceni gólcsend, brutális hosszúságú. Az csak szabad dobás. Kinézett a játékvezető lesírján, de ez valóban nem ért ennél többet. Kelemen. Passzív. Kettőperces kiállítás Kis Nikolettnek. Volt egy nagyon bal szerencsés ütközése Sacüllel a Fradi ellen Kisnek. Azonnal elnézést kért Sacülltől, és most is megveregette a faltolt játékos vállát. Lényeg a lényeg, megvan az esélye a gólszerzésre a DVSC-nek. Könnyebb formában, mint eddig, hiszen létszámfölényben. A keletiek. Jezsikává, Klivinyire megy rá. Emberelőnyben nem kidolgozott támadás végén próbál egy az egyezni. Ha magasztaltam az érdél csapatjátékát, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy a Debrecennél milyen összjáték volt most ez emberelőnyben, ahol azért kidolgozott akciókat szoktak bemutatni a csapatok. Beálló csere az Érdnél, Gulyás Vanda a falban, Klivinyi könnyedén, 13-7. És az Érdnek belefér az is, hogy Klivinyi Kinga harmadik gólját szerezze, ami az ő szintjén jó átlag, mert hogy mindig van, aki meg tudja egy kicsit lökni az együttes szekerét, legyen szó a bal szélsőkről, vagy éppen Kis Nikolettről, de lehetne még folytatni a sort az élen a védelemmel és Januri Kingával. Varsányi. Despotovic. Eljut a szélre, a labda Kelemen. Nem hezitált, több mint 10 perc után szerez gólt a DVSC TVP. 13-8. Kelemen első találata. És megint várható egy tóvízi beállójáték a Debrecennél, ő ül a pad szélén. Most a cserebeállók időszakát élik a csapatok, hiszen Gulyás a másik falban periselődik. Araújo. Kripes lezák, Lajtos. 5 másodperc múlva egyenlő létszámban a felek. Despotovic. Kis tér vissza a pályára. Így Bulatovic is jöhet 3-as védőnek. Avagy 5-1-re. A meccs kétharmada elrepült. Jezsikává.
Livinyi onnan már elvileg lőhet az álmos könyv szerint, ezt viszont jól oldja meg Jerzy Kavá. 13-9. Livinyi, az is falt volt, egyértelmű Varsányi. 2 perces kiállítás. És Szabó Edina is leteszi a T-betűt. Mielőtt vissza tudna jönni, még szorosabb eredményre a DVSC. A 41. percen 13-9-nél érdi időkérés. Ezt a mérkőzést követően majd kizökkennek a debreceniek a napi rutinból, és Kecskeméten készülnek a Magyar Kupa 4-es döntőjére. És most jobb hangulatban lehetnek a pályán, mert Kripes Lezakon kifog Lajtos. Így azért még nyilván nem az MK Final Four az, amivel foglalkoznak a debreceniek. Hiába volt jobb az érdiek első 10 perce a második fél időben, még mindig látótávon belül Tonetiszej együttese 4 gól a differencia, és csökkentheti ezt az ért kárára a Loki. Persze emberhátrányban nem könnyű ez, nem hozta le Lajtost az edző, 5 a 6-ban próbálkozik egy konzervatív stratégiával a Loki. Garbuz, Jerzy Kavá tökéletesen csinálta. Araújo viszont nagyon rossz megoldást választott. Szabó Edina inkább oda sem néz. Araújo nem biztos, hogy sokat fog még pályán lenni. Kiállítása után tűzzel játszik. Úgyhogy most már egyelő létszámban a csapatok, és újabb debreceni büntető. Grinyevát fekteti el Csáki, 13-10. Zsinorban 3 debreceni gól, 13-7 után. A 43. perc. Most érdi gól csendet. Ezt nem mondom, hogy hallhatunk, mert a csendet azért nehéz. Kis. Megtöri. 14-10. Kis Nikolett 3. gólja ez már. És most beküld egy embert a Loki. Vesztére, Kripes Lezák szerzi meg a labdát, mert hogy volt 5 másodperc a csapat kiállításából, és úgy kalkulált Tiszej, hogy itt már nem veszik el a labdát, hát nem így történt. Kiarcol egy büntetőt Klivinyi Kinga ugyanis. Megint egy extra azértől. Kripes Lezák végzi el a hetest. De hát be is kell lőni, azt se felejtjük el, a munka felét végezze el a csapat. Nyuansznyival jobb Szabó Laura a büntető átlaga. És megint elrontja Kripes Lezák a kipattanót, viszont belövi. 15-10. 13-10 után 2 balkezes talál be az érnél, Kripes Lezák 3. gólja. Átvészelte egy kisebb holdpontot az érdigárda talán ezzel. Mert hogy megint megvan a labda a csapatnak. Ahhoz képest, hogy ember hátrányban védekezett, a Loki zavarodott meg a létszám fölényétől. Januríkein Klivinyi. Úgyhogy a pályán lévő kingák mennyisége nem változik. Szinyaté. Visszaállhat a 6 gól. Bulatovics. Faludi. Mehet tovább. Most jön be Janurik a kapuba. Szinyaté. Klivinyi átlövés gólja. Hatalmas találat. 16-10. Hát ha így
szerzi a gólokat ilyen ütemben a Debrecen, lehet, hogy ez lesz a meccset eldöntő gól. Nehezen tudnám elképzelni a debreceni támadójátékot látván, hogy megtáltosodnak a hátralévő negyed órában, és majdnem annyit szereznek, mint az első 45 percben. De hát kézilabdáról beszélünk, egy gyors játék, bármikor benne van a fordulat egy meccsen, meg például egy átlövésgól is. Despotovic. Nem csak a gólja volt bravúr, hanem az is, hogy nem futott bele Szabó Edinába. Óriási dinamikával jött, és aztán egy apró kontakt után Csodoly megtartotta az egyensúlyát. Bulatovic. Nagyon sok idő van még hátra. Araújo visszahozza Szabó Edina tehát a kiállított játékost. Kis. Bulatovic. Araújo be tudja pörgetni. Hát van benne kurázsi, meg kell hagyni. 17-11. És már a negyedik gólja ez Larissa Araújónak. Klivinyivel a legeredményesebb érni játékosok ők most ebben a pillanatban. Megint rotálja alakulatát Tiszej, Siska és Tóta Balszár a Debrecennél. Jezsekeve és Csáki a jobb. Gárbóz irányít, Tóvízi a beálló. Jezsikává, Janurik! Jezsikává nagy lövő, ezen a meccsen viszont tragikus a lövő százaléka. 14 perc a végéig. Siska. Jezsikává kémlelte a beállót. Nem volt meg hozzá a vezető út. Volt meg a hozzávezető út. Tóvízi. Gárbóz, megpattanó labda. Nem csak az operatőrt, hanem Janurik kezét is kikerülte. Így sarokdobás. Csáki nem találta a labdát. Tóvízi volt a rejtvény megfejtője, hogy hol van. Jezsikává. Ismételtem. A szélről bent van, 17-12. A hosszú fölsőbe bombázta Csáki a labdát. Egyébként az iminti Araújo gól volt a DVC 450. kapott találata a bajnokságban. Kripes Lezák. Kis Nikolett. Bulatovic, szép elképzelés, de olvasta a védő és a szándékot. Araújo csak vissza el a labdát, és nagyon jól védekezett megint az érd, nincsen komoly szabálytalanság, így hiába jött lendületből a Debrecen, csak egy szabad dobás a felező vonal környékéről. Nincsen gyors gól. Jezsikává, tökéletes védekezés Kisfaluditól, sorompóként funkcionált. Gárbóz. Jezsikává. Tóth Melinda, hát neki is tudjuk, hogy elég jó keze van. Most azonban nem lőhetett ideális helyzetből, így büntető. A 49. percben megint Grigyeva és Csáki duója. Kapufára lődi Csáki, és aztán Grigyeva bal szerencsés. Csáki talál be, meghajolt Onetiszei, az is egy látványos gólöröm azért. Mind a két jobb szélsőnek van tehát elrontott büntetője, majd utána találata a kipattanóból. 17-13.
a Tomás befelé. Klivinyi. Araújo fut be középre, Klivinyi. Szabálytalan az ellenfél Gárbúz, aki kiment a szélre védekezni. Bulatovics átlövését vaskolja Lajtos maga elé. Kapaszkodhat a DVSC TVP. Klivinyi az belemenés. Várta az alkalmat Klivinyi. Tökéletesen ismerte fel, hogy minek kell következnie. Bulatovics őszintúr. Össze három helyett. Öt gól a két csapat között a különbség. Köszönhetően Klivinyi ragyogó védekezésének és Bulatovics harmadik góljának. 18-13. Jezsikává. Gárbúz. Egy közbelövés, erre nem reagálhatott időben Janurik. Iszonyat gyors kísérlet volt ez. Siska. Hát ilyeneket tud, amikor minden optimális a számára. Ezért is volt rossz nézni az első fél időben, amikor beküldte Tiszei, hogy mennyire nem emlékeztetett régebbi önmagára. Klivinyi, Araújo, Szinyáté, Lajtos, nincsen fald. Megint a mínusz háromért lendült támadása a Debrecen. 9 perc, 10 másodperc van hátra az összecsapásból. És érkezik Jezsikává Despotovics helyére. Nagyon kemény meccs. Bunykónak két napja volt a születésnapja, de egyelőre nem annyira boldog az utóajándéktól, amit kap. Jezsikává páros lábról. Amióta megemlítettem a lövő átlagát, azért vágott már gólt, és megvan a 18-15 a Debrecennek, ez volt Jezsikává negyedik gólja. A születésnapokat illetően amúgy hamarosan az Érdnél is lesz ünnepelt Klivinyi Kinga. Két nap múlva tölti be 25. életévét. Most pedig gólt szerez. Ez fontosabb jelen pillanatban. 19-15. Ebben a szezonban egyelőre ő az érdiek házi gól királynője. Benne van a legjobb 10-ben a bajnokságot illetően is a góllövő listán. 53. perc. Despotovics annyira mutatta a figurát, hogy a labdát is kiejtette a kezéből. Siska. Jezsikává. Despotovics. Sokat várt, hogy hát, ha meg tudja játszani Tóvizit vagy Tótot. Nem sikerült minden. Szabad dobás. Nagyon figyelnie kell a védekezésre mind a két csapatnak. Egy kiállítás, rengeteget befolyásolhat még Siska, őszintúgy. És ezért mondtam, hogy a kézilabdát azért ismerjük, hogy bármikor változhat a játék képe. Az utóbbi periódusban elkezdtek potyogni a gólok. 19-16. Úgyhogy Klivinyi gólja, amivel 16-10 lett, biztos nem lesz meccset eldöntő találat. Kis Nikolett, megnyílt az út, hatalmas gól! 20-16. A legjobb és talán legfontosabb meccse ez érdi színekben Kisnek. A rangadó, amikor csapata góljainak 20%-át szerzi jelen pillanatban. És nem nagy különbségű előnynél talál be, hanem olyankor, amikor komoly jelentősége van egy-egy gólnak. Tóth Melinda. Visszakapja a szélső, belövi. 20-17. Hát az utolsó negyed órában bepótolják a támadósorok, amit az első 45 percben elmulasztottak. Más olvasatban fáradnak a védelmek. Szinyáté. Klivinyi.
perc kereken a végéig. Szabó Edinának van még időkérése. Kérdés, ki akarja használni az utolsó 5 perc előtt? Középen szabálytalanság. Borzasztó rosszul futott keresztbe egyébként Csáki. És ez az, amit mondtam, egy 2 perc mindent eldönthet. Nem mondom, hogy ez történik most, mert az előttünk álló idő fogja mindezt eldönteni, de Despotovic kizárja magát erre az etapra. Tiszei dühöng. Nem közelebb lehet, hogy majd szponzorszótot vásárol egy nyugtatógyártó cég, amelyben Tiszei meccselését közvetíti a tévé. Kripes lezák. Kis Selako produkció, Szinyati. Livinyi. Megnyílt az út, Kis azonban nem tudta átvenni a labdát. 2 gólra zárkóztat fel ember hátrányban a DVSC TVP. Marad a kapuban Lajtos. És belül vagyunk az utolsó 5 percen. Dóvízi megy be. Gárbóz. Jezsikává. Most nincs átlövő játék. Nevis átlövő is egyelőre nincsen. Gárbóz, Siska. Passzív játék. Itt már vállalkozni kell. Janurik. Ő most nem rohad. Tudja, hogy ember előnyben tudja ezt még, ezt az akciót még befejezni a csapata, és a gólt lő az érd, annyi lesz a különbség, ahány perc van vissza a mérkőzésből. 4. Klivinyi. Szabad dobás befelé. Szinyati. Araújo. Livinyi, jó meglátás, Kis Nikolett, Szabóra jön ki a figura, szabályos gól. 21-17. Leperdőlt Szabó Lauráról a védő Gárbóz, Szabó pedig első góljával járul hozzá a 4 gólos Loki előnyhöz. A Debrecen majd a bajnokságban legközelebb április 7-én a Mosó-Magyaróvár fogadja, majd megy az Albafehérvárhoz, utána pedig a Siófok-Vác Kisvárda trióval meccsel egyaránt otthon, és egy nagyon kemény egy hét alatt fogja befejezni május végén a szezont. 20-án a Fradihoz, 24-én a Dunaújvároshoz látogat, 27-én pedig az MTK-t fogadja. Amíg elmondtam a meccsnaptára, Tóvízi megszerezte első gólját, 3 perccel a vége előtt 3 góllal vezet az ért, amely először tarthatja 20 gól alatt a Debrecent ebben a szezonban. Klivinyi, ha gólt lő az ért, valószínűleg megnyeri a meccset. De nincs meg a gól. Lajtos véd. Támad a 21-19-ért a DVSC TVP. Az ért legközelebb az MTK-hoz utazik április 8-án szombaton, majd fogadja egy héttel később a Békés csapát, megy Budaörsre, még az áprilist a Győr ellen fogadja, de a Győr ellen zárja a hazai pályán 29-én. Semmi. Nem tudta góllal befejezni a Debrecen. Klivinyi dönthet el mindent. 58. perc, Lajtos. És a kipattanót nem éri már el azonban. A védő Despotovic szerencsére nem durván zúgott a vasra ott. A képlet megint csak igaz, a gólt szerez az érd vége a meccs érdemi kérdéseinek. De hogy meglegyen ez a gól, ahhoz van némi nemű gondolatmenete Szabó Edinának is, úgyhogy észrevételeit most megosztja a csapatával. 1 perc 56 másodperccel a vége előtt, 21-18-as hazai előnynél. Szinyeté kezében a labda. Szabó kimegy Tóvíz, illetve Csáki közé. Klivinyi. Szabó. Szinyáté.
hátra teszi, mivel nem kosárlabda, így nincsen visszajátszás. Passzív játék. A második passz, amit megkap Klivinyi. Hetes. Belülvédekezés az ok. Profin oldotta meg Klivinyi Kinga. És Szabó Laura használhatja ki azt a lehetőséget, amit megteremtett Klivinyi a csapatnak. Jelesül a büntetőt. 59. perc, 21-18 Szabó a vonalon. 22-18. Elküldte a bal sarokba, Lajtos, a labdát pedig jobbra hajította. A második gólja Szabó Laurának, mind a kettőt a hajrában szerezte. Újra győz a bajnokságban az érdi csapat. Nem lesz olyan hónapja, ahol nem tud diadalmaskodni a pontvadászatban. Azaz a március, hiszen kikapott Vácot, döntetlen lett Kisvárda ellen, majd vereség a Fradival szemben. Most viszont siker. 40 másodperc a végéig. Ez is hetes lesz még, és egy teátrális jelzéssel lesz Hargitai Gábor is. Szemlélteti. Törölni kell. Csáki a büntetővel. Grigyneva számára azért egy védés jól jönne Csáki kárára. Az imént ez statisztikailag összejött. Meglátjuk most, fizikailag is így lesz-e. Nem, ez behajtja Csáki, 22-19. A mérkőzés az ér fejeztetébe akcióval. Csáki 6 gólos, ezzel a mezőny egyik legeredményesebbje. De ez annyira nem foglalkoztatja most szerintem őt. Sokkal inkább az, hogy az Érd otthon tartja a két pontot a DVSC TVP-vel szemben. Klivinyi. Visszakapja Klivinyi, és ő dönti el, illetve ő teszi fel a pontot az íre, hiszen 23-19-re győz az Érd ezzel a Klivinyi góllal. A Dudaszó pillanatában Klivinyi is 6 gólos. Az Érd megszerzi a Debrecen ellen a hőn állított két pontot, és továbbra is minimum másfél mérkőzési előnye lesz a Dunaújváros Vác 2-ssel szemben a harmadik helyért folytatott küzdelemben. Úgyhogy három nem megnyert bajnokit követően ismét diadalmaskodik a KNTH női kézilabda ligában az Érd, és továbbra is nagyon masszív az Érd arénában a csapat teljesítménye. Hölgyeim és uraim, ez volt tehát a szerda délutáni bajnoki, én Katona Szabolcs operatőr kollégám nevében is megköszönöm a figyelmüket, Márkos Ádámot hallották. A végeredménnyel búcsúzom, Érd DVSC TVP 23-19, legközelebb majd az április 8-ai MTK Érd mérkőzésen találkozom. Viszont hallásra!